A MédiaUnió 2010-es kampánya a fogyatékosok társadalmi integrációjáról szól. Én régen azért hagytam egy kicsit abba a modellkedést, mert nem volt meg türelmem ahhoz, hogy állandóan matadtak a hajamba, matadtak az arcomon, és most ez így jól is esik. Maga a MédiaUnió kezdeményezése is szerintem egy nagyon izgalmas és jó dolog. De az, hogy média cégek összefognak, és bizonyos módokon kiválasztott társadalmi célú ügyeket támogatnak, az szerintem egy nagyon jó ötlet. És azt gondolom, hogy az idei évnek a témája, a fogyatékkal élők társadalmi integrációja pedig egy különösen fontos és beszéd témára érdemes dolog. Most múlik pontosan. Most már csak innen megyünk, csak azt nézzük meg, hogy ebből a pózból mi jelenti azt, hogy elengedett, tehát hogy kijössz. Engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen. Nem vagy... Közismert, hogy nem mondjam, hírességek játszanak el egy olyan gondolatkísérletet a néző számára, hogy mi lenne akkor, hogyha ők valamilyen fogyatékossággal élnének. Semmi sem történne. A műsorvezetőnk ugyanúgy tudná vezetni a esti hírműsort, a fotomodellünk ugyanilyen szépen mutatna a plakátokon, és a rockstárunk is ugyanolyan népszerű és jó énekes lenne vakon. Az út a szüntelen. Most éppen egy fotóműteremben vagyunk, éppen Görög Zitát fogja egy fotós fotózni. Reményeink szerint a nézőt is egy kicsit megdöbbenti, hogy kiderül, hogy Zita ebben az elképzelt valóságban siket néma, és úgy kommunikál a fotóssal. Például tudom a fiú testvért. A lány, ugye, hogy kislányom van, ez nemzetközileg I love you, de ezt ugye, ez azért nagyon sokan ismerik szerintem. Pihen, kávé, utána, jó? Jaj, az a kedvencem, igen, ő így van, és akkor így mászik a csiga. Kétféle valóságot mutatunk meg, egy igazit, meg egy alternatívot. Nagyon meglepő lesz, mert annak az alternatív valóságnak, ha lehet, még hihetőbbnek kell majd lennie, mint amilyen az igazi valóság, és az embert ezt ki fogja zökkenteni a normál kerékvágásból. Beleléptem a fénybe, rögtön az elején, tehát egy olyan láb alatt való vagyok igazából, de érdekes, persze, mindig érdekes forgatásra kimenni, főleg, hogyha az ember médiaügynökségnél dolgozik, mert nagyon sokszor nem jutunk el oda. És ha ráteszitek valamire? És valami, mint kéne. Ez jó lenne, ha kibukkannál néha a gép mögül. Meg kell terveznünk a kampányt, tehát abszolút klasszikus médiaügynökségi feladatokat látunk el, a tervezéstől egészen a lebonyolításig mindent. Az épp emberek és a fogyatékkal élő emberek között egy csatornát szerettünk volna létrehozni. Mi gyakorlatilag ezzel a stratégiával nyertünk, és mindazt hozzátettük, akár sztoriban, akár képi megvalósításban, dizájnban, ami aztán majd a kampányban látszik. Másodpercben vagy egy odapillantás idő alatt nehéz mérhető változást érni az emberekben, meg nehéz volt konkrét javaslatokat adni. Így az idei kampánynak az volt a alapkoncepciója, hogy a weboldalra térjük a látogatókat,
az ATL reklámok segítségével, és akkor weboldalon adunk konkrét tippeket, konkrét javaslatokat, konkrét megvalósítható lépéseket mutatunk. Ez egy olyan technológiai lehetőség, amiben muszáj élünk. Tehát itt nagy mennyiségben és fogyasztható módon tudunk az egyes célcsoportoknak információt, tippeket, javaslatokat adni. A négy szereplőnek az adatlapja lesz elérhető a nyitó oldalon. Itt lehet a négy szereplőt megnézni. Illetve a mit tehetek részben lehet különböző szituációkra, különböző leírásokat találni. Tehát itt gondolok arra, hogyha valaki segíteni szeretne szervezetként, vagy szeretne pénzt adni, vagy szabad idejét áldozni, akkor meg fogja találni a különböző lehetőségeket. Tavalyi év során ugye egy más téma volt az egészség megőrzés témája. Nagyon szerencsés volt a helyzet, mert úgy tudom, hogy szívesen csatlakoztak különböző for-profit cégek ahhoz, hogy ezt támogassák. Hát ez valahol a feladatunk nagyságát vagy nehézségét is mutatja, hogy ehhez a témához senki nem csatlakozott, tehát a fogyatékkal élő emberek integrációját nyilván mindenféle okkal, vagy tehát nem firtatom, hogy ennek tényleg oka van, de semmilyen cég nem állt mellé. Itt a kampányban leginkább sajtókapcsolati feladatokat látunk el, illetve különböző tartalmi anyagoknak a készítését végezzük, tehát például a kampány weboldalán lévő tartalmak jelentős részét azt mi készítjük, illetve a kollégáim készítik, és ahogy mondtam is, a sajtókapcsolati munkákért vagyunk felelősek, tehát például a szereplők interjú szervezése, maga az egész témának a média tartalmakba való juttatása a feladatunk. Elég sok mindennel próbálunk segíteni, egyrészt ugye felületeket fogunk adni, másrészt próbálunk, vagy az elejétől fogva próbáltunk ott lenni magában a téma, a kampánya kreatív kitalálásában, és aztán, amikor mondhatok, hogy talán megfeneked látott a projekt, akkor próbálunk kapacitással, tehát gyakorlatilag a szabad stúdióinkat, kamerákat, embert, ha kell archívumot, tehát amink van, és amit tudunk adni, és ami nem fáj. Tehát azért is vagyunk itt hétvégén, azt mindent adunk, csak induljunk. Azt látjuk azért, hogy az újságírók, szerkesztők, egyáltalán a médiatermékeknek az előállítói azért nagyon befogadóak ezzel a témával kapcsolatban. Előre azért nagyon nehéz becslésekbe bocsátkozni, hogy vajon hány médiumba fog ez eljutni, és vajon hány embert fog ez elérni. Én abban egészen biztos vagyok, tehát a korábbi hasonló projektekben végzett munkánk tapasztalatai alapján azt mondom, hogy egészen biztos vagyok abban, hogy több millió ember fog találkozni ezzel az üzenettel, és több száz felületen fog megjelenni. Az András inget cserél, mert a kék ing a Blue Box-ba rettenetesen rosszul működik. Amikor vége van a tévéhíradónak és a fények is civilre váltanak, akkor az András kigurul a pultja mögül egy kerekesszékben, és egy szerkesztővel elhagyja a stúdiót, mint hogyha ez volna a világ legtermészetesebb dolga. És ez majd kiegészül egy értelmező szöveggel, amiből kiderül persze, hogy nem tudta el időközben az autó vagy a vonat, amióta nem láttuk képernyőn, hanem csak átemelődött ebbe a megváltozott valóságba. Van buta kampány, ami az erőszak... az emberekre rá akar valamit erőszakolni. Te ezentúl gondold így, most másként gondolod, de tessék így gondolni. Annak a világon semmi értelme nincsen. De egy olyan kampány, ahol azt mutatod be, hogy minden ember egyforma. Hát az egyik ilyen problémával küzd, a másik olyan problémával küzd, de mindannyian küzdünk valamilyen problémával. Szerintem igen, egy ilyen kampány tudatformáló, hogy ezt a kifejezést akarok. Nagyon
sokszor azt látjuk, amikor egy alapítvány vagy bármilyen betegséggel kapcsolatos felhívás van, hogy nyomasztóak azok a filmek, és azokat nem is szívesen nézik az emberek, inkább elkapcsolják. És ebben szerintem az a jó, hogy vidám. De nagyon sokat vívottunk, tikrottunk azon, hogy hogyan lehetne az egész témát megfogni. Nagyon érzékeny a téma, és nagyon sokféleképpen feldolgozták már. Mi arra koncentráltunk, hogy ne a megszokott módon tegyük ezt, ne mutassunk szegény, szerencsétlen sorsú fogyatékkal élő embereket. Kicsit emelt följezd. Vegyük föl, aztán meglátjuk. Én nagyon sokat utaztam, meg éltem külföldön, és hát láttam, hogy mások hogyan állnak a fogyatékkal élők helyzetéhez, és hát van hova fejlődnünk. A kampány talán arra ad jó apropót, hogy az emberek talán nyitottabb szemmel járnak, és nem megriadnak egy fogyatékkal élőtől, bármilyen fogyatékkal élő, tehát a látássérült, mozgássérült, értem, ez, de ugye a beszédhiba is például fogyatékkal élőnek minősül, tehát hogy ezeknek a kategóriák nem megrémüljünk, hanem talán próbáljuk megismerni őket, és akkor könnyebb elfogadni, és könnyebb együtt élni velük. Jöjjnek az eljöttetek! De én sok éve csinálok ilyeneket, még pedig azért, mert azt gondolom, hogy sok ilyennek kéne lennie, és sok felületet kéne ezeknek a filmeknek kapni, és ma ezek tudatformáló hatásúak lehetnek. Terveink szerint a kampány szeptemberben indul. Két flightja lesz, az első az október második feléig tart, majd novemberben rögtön utána indul is a következő. Hát ha legalább akkorát szól, mint a tavalyi, ami nehéz lesz, hiszen fele annyi időnk van rá, akkor már azért elégedettek leszünk. Tehát igazából ez gyakorlatilag az emberi munka, meg az emberi akarat összetételével alakult ki, és nagyon remélem, hogy lesz is belőle valami. A híradó végén köszönöm a figyelmüket, holnap találkozunk ugyanitt, viszontlátásra. Mást gondolnál rólam, ha valóban mozgássérült lennék? Ismerd meg valóban fogyatékos embertársaink életét. Látogass el a kerülközelebb.hu oldalra, és fedezd fel mozgalmas világukat.